Magyar Művészeti Akadémiát méltatni önöknek nem kell. Ismerik, azért vannak itt, akár akadémikusként, akár támogatóként, együttműködőként. 19, közel 20 év előkészület egyesületi lét után Magyarország alaptörvényében nevesített szervezetként a nemzeti kultúra egyik védő, nem állami intézményeként jött létre. Az előkészületi időszakról annyit érdemes talán mondani, hogy a 2011 nyarán elfogadott akadémiai törvény az egy mínusz egyedikén és egy nulladik állapot leírása volt. Ehhez képest a tavalyi év során már egy elég részletes módosítást eszközöltünk a törvényen, és jelenleg is módosítás előtt áll a jogszabály. Miért is volt ez szükséges? Azért, mert amit Zernik József elmondott eszmei szinten, annak az eszmének, annak a gyakorlati eszköze a köztestület és a köztestület titkársága, mint IKER szervezet. A köztestület megalakulásához képest lassan kétszer annyi akadémikust foglal már magába. Megkezdődött a tagozatokban a munka, több mint egy esztendeje, és ugye itt ülünk a kihelyezett ülésén a határon túli bizottságnak, nem csak a határon túli bizottság működik, már a Nemzetközi Bizottság, a Oktatási Bizottság, egy számos ideiglenesen működő elnöki bizottság vagy egyéb bizottságok. Tehát az, hogy a szervezet most már a hétköznapok kérdéseire is tud választ adni, és mindennapos munka zajlik, az most már több mint egy esztendeje elmondható. Több mint egy esztendeje üzemszerűen működik a titkárság is, amelynek vezetőjeként is, akkor az elnökség tagjaként azt tudom mondani, hogy az a kettős feladatunk, hogy kiszolgáljuk azt a közfeladatot, amit a köztestületnek el kell látni. De úgy, hogy ne bürokratizáljuk a tartalmat. És úgy, hogy ne veszítse el a Magyar Művészeti Akadémia azt a lelkületet, azt a belső légkört, atmoszférát, amit az alakulás, a köztestületté válás előtti közel 20 évben magáénak tudhatott. Ez nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz kettős feladat, amelynek egyszerre kell megfelelnünk, de igyekszünk megtenni. A tavalyi év során, ahogy ezt jeleztem, kialakultak a köztestület belső szervei. Kialakult a titkárság működési rendje. Ezért a tavalyi év végén már lehetett olyan finomító módosításokat tenni a működési körülményeinkbe, illetve a vállalt feladatainkba, mint delegálásokon keresztül szép lassan átjárni, áthatni magyarországi kultúra rendszerét. Különféle díjbizottságokban, különféle szakmai testületekben, nem csak kizárólag a művészet és a ilyen értelemben vett kulturális szegmensben, hanem akár a felsőoktatás, az oktatás világában szintén. Az idei év pedig már mindennek a belső szervezeti leképeződése, az integrált munka után egy következő szervezeti fázis és annak jelenleg zajló formálása. Ami azt hozza magával, hogy nem csak, hogy duplájára nő az akadémikusok száma, de az akadémikusok körét is szeretnénk tovább bővíteni olyan módon, hogy bár az alakulás során az alapító tagok között voltak és vannak művészetelméleti szakemberek, esetleg művészettörténészek, de a jelenlegi jogszabály, az akadémiáról szóló törvény azt mondja ki, hogy tagok alapvetően művészek lehetnek. Ez egy sajátos helyzet, azért, mert megnézzük az európai, vagy akár a tengeren túli hasonló akadémiákat, ilyen tagi szerkezettel bíró akadémia kevés van. Sokkal inkább a művészek és a művészet tudomány, vagy a művészet elmélet szakembereinek együttesét szokták adni köztestületi szinten ezek a szervezetek. Mi is erre felé mozdulunk el, ezért a művészetelméleti emberek, szakemberek fölvételét célzó módosító javaslatot fogalmaztuk meg a törvénnyel kapcsolatban,
ennek következtében jövő ilyenkorra vélhetően már működik az akadémia 9. tagozata, hogyha a köztestület is majd úgy dönt, a 8 művészeti tagozat mellett a művészetelméleti tagozat is. És mindezek mellett úgy gondolta az elnökség, hogy bővíteni kell a köztestületi tag fogalmi körét is a gyakorlatban, hiszen jelen pillanatban az akadémikusok a köztestület tagjai, de a művészeti díjakkal bíró, illetve DLA fokozattal rendelkező művészek, illetve művészettelméleti szakemberek is a jövőben jelentkezhetnek, és egy formális vizsgálat után, tehát egy kicsit hasonló a rendszer, mint mondjuk a Tudományos Akadémiának PHD fokozattal, DLA-val, illetve a kandidatúrával bíró személyek esetében tagokká lehetnek, köztestületi tagokká lehetnek, az ő képviseletükben ugyanannyi tag vehet majd részt a közgyűlés, illetve a tagozatok munkájában, mint egy levelező tagunk van, tehát 50 képviselőt választhatnak majd maguk közül, és ilyen módon integrálunk egy sokkal szélesebb kört is majd a köztestületbe, mint az akadémikusok köre. Ezek azok a lépések, amelyek a köztestület felől megfogalmazva a világ felé való nyitottságunkat adják a nemzeti kultúrában és az európai és az egyetemes művészetbe való beágyazódásunkat segíti. Mert egy dolog a szervezeti jelenlét, más dolog a személyi vagy a személyi közi vagy a szervezet közi kapcsolat. És mindezek után jöhet, hogy az előbb, ahogy így egy lüktetést mutattam, hogy magunk belső ügyeit rendezzük és a külvilág felől érkező feladatokat ugyanúgy ellátjuk, mint a saját magunk által vállalt feladatokat is, és ehhez alakítjuk a belső működésünket, ehhez kapunk újabb feladatokat is. Ahogy ezt önök is biztosan tudják, most megint egy újabb lépés előtt állunk, hiszen úgy tűnik, hogy jövő év elejétől a Műcsarnok a Magyar Művészeti Akadémia által fenntartott intézmény lesz, és a jövő év tavaszán reményeink szerint megnyílik a Pesti Vigadó, amely részben a Művészeti Akadémia székháza, a székháznak azon funkcióját kevéssé ellátva, hogy ott a tisztségviselők, vagy éppen a titkárság tisztviselőjét tudnának küldni, mert ugye nem arra kialakított, hanem nevében székháza, gyakorlatában az otthona, én inkább így mondanám, mert ott adunk majd lehetőséget részben az akadémikusoknak, részben az akadémia által támogatott vagy befogadott művészeti és kulturális eseményeknek. És legvégül, de nem utolsó sorban azt is szeretném jelezni, hogy nem csak a köztestületi struktúrában, illetve a köztestületi tagság vonatkozásában gondolkozunk a művészeken túl, a művészetelméleti szakemberek, írók, szakírók befogadásában, hanem a Művészeti Akadémia, ahogy a róla szóló törvény is ugye előírja, kell, hogy foglalkozzon a kortárs művészettel kapcsolatos elméletekkel is. Épp ezért egy művészetelméleti módszertani kutatóintézetet fogunk létrehívni a következő esztendő elején. Ugyanúgy fontolva, lassan, de biztosan felépítjük ezt az intézményt is, mint ahogy a köztestületet és annak egyéb kiszolgáló szerveit is. Abban bízunk, hogy mondjuk ha két év múlva ilyenkor egyszer újra itt vagyunk és beszélgetünk, vagy éppen máshol ellátnak minket vendégül, de ugyanebben a körben együtt lehetünk, akkor már ennek az intézménynek is és az előbb említett másik két intézménynek is az eredményes működéséről tudok önöknek tájékoztatást adni. Tehát művészet határon innen és túl. Kolozsvári episztola. Az episztola egy örökül üzenet, tehát ez nem csak egy verses levél. Mielőtt bárki azt hinné, hogy ebben a vázlatos bevezető előadásban itt Kolozsváron a magyar művészet határon innen is túli helyzetéről fogok beszélni, leszögezem, hogy nem arról. Inkább a művészet minden határon innen és túli jelentőségéről, lehetőségéről és szabadságáról. Tehát arról a jelenségről, ami a magyar művészet határvonalait is valahol mélyen megérinti. A határ bizony tragikus elem az emberi kultúrában. A tereink és az időnk határa lebilincsel bennünket, és komoly szellemi tevékenységet kell kifejtenünk, hogy lenyűgözzön is, a
határ túloldalának többnyire transzcendens megismerésében. Mintha a művészet végzetesen el lenne jegyezve a határ túloldala képlettel. Azt a világot keresi racionálisan és misztikusan, és legjobb, ha ebben a keresésben egyik kiegészíti a másikot. Csapdába kerülünk, ha nem ilyen tágasan keressük világunk rejtezugait, de legalábbis belebb bennünket az unalom zöld mohája. Muzil a racionalitás semmiképpen sem tekintette a misztika alternatívájának, mint azt szélsőségesen felvilágosult korunk teszi. Sőt, naplójában egy izgalmas szellemi ívet húz a kettő közé, és azt írja, a racionalitás és a misztika, ezek az idő pólusai. Na, erről nekünk magyaroknak igazán van fogalmunk, itt Erdélyben, ahol ez a két világlátás tündérien és nagyon tragikusan összekavarodott. Főleg az elmúlt 100 évben, amióta az erdélyi kultúra babiloni fogságát éli. Nem biztos, hogy igaz, de hozzáteszem, másokból, de a magyar kultúra is babiloni fogságban van. Sőt, az egész világ kultúrája is. Így a román kultúra is. Ebben a nagyon behatárolt térben kell most gondolkodnunk azon, hogy a kortárs művészetnek milyen lehetősége, milyen szabadsága van. Időszerűvé teszi ezt a kérdést az a helyzet is, ami az elmúlt két évben a Magyar Művészeti Akadémia körül kialakult. A támadás központi eleme a művészet szabadságának tétele volt. A kritikusok állítása szerint az MMA létrehozása egy kultúrkampf része, amit a konzervatív oldal indított a művészet szabadsága ellen. Csak tájékoztatásul jegyzem meg szeriden, hogy maga a kultúrkampf kifejezés 1873-ban vált közkeletűvé, és Rudolf Virchow orosz liberális államférfi formázta meg és kezdeményezte a harcot a katolicizmussal szemben. Ezentúl figyelembe kell azt is vennünk, hogy több évezredes küzdelemről van itt szó, ami különböző hol nyílt, hol rejtőzködő formákban hullámzik az emberi történelemben. Egy hasonló és valahol milyen azonos vitában már Origenész így panaszkodik. A gyalászkodás és gúnyolódás egyetlen fajtáját sem hagyja ki ellenünk, a bohózkodó Kelszosz. Mielőtt túl sajnálnánk igazságbirtokos Origenész magunkat, hogy valamire jussunk, próbáljuk elismerni Kelszosz igazságait is. Ebből az alapállásból szeretnék néhány vázlatos gondolatot fűzni a művészet és szabadság elkábrázhatóan izgalmas, az emberi jelenséget alapvetően érintő kérdéséhez. Nietzsche az Isten fogalom kolduló barátja és legzseniálisabb provokátora mondta, szabadnak képzeled magad? Áruld el, hogy milyen eszmék uralnak. És még egy másik gondolat segítségül Plotinosztól, a lélek csak úgy indulhat az értelem felé, ha a láncokból kiszabadul. Az elmúlt évszázad minden oldali borzalmai után nem kellene átvilágítani azokat az eszméket, amelyek ide juttattak bennünket. Valami történt a múlt század első felében, amit azóta sem tártunk föl kelső mélységében. Azt már az unalomig értelmeztük, hogy világháborúkkal keresztezett forradalmak zajlottak le, tragikusan és véresen. A tragédia olyan szörnyű volt, hogy szerintem elfedte az emberi jelenség lényegét átformáló szellemi és lelki változásokat. Ha nem is elég mélyen, de értelmeztük a marxista és fasiszta forradalmakat. Viszont nem igazán értelmeztük az ezekkel párhuzamos szellemi forradalmakat. Például a művészetben, csak röviden és utalásszerűen jelezve az irodalomban, a dadaizmus, szürrealizmus, expresszionizmus, a zenében az atonális zene, a 12 hangúskála, a festészetben az absztrakt, a filozófiában Wittgenstein és Heidegger, a tudományban az elméleti fizika fogalma, a relativitás elmélet és a kvantum elmélet, és nem utolsó sorban egy valójában áltudományos forradalom, a Freudi pszichoanalízis. A furcsa az, hogy eltelt majdnem 100 év, és azóta rajtunk telpeszkedik egy olyan bűvölet, ami miatt semmi újat nem tudunk kitalálni.
mintha ennek az elmúlt 100 évnek sikerült volna megállítani az időt. Elrabolni a mi evilági életidőnket, fenyegetve az öröklét idejének az elrablásával is. Hans-Dieter Zimmermann, die Entstehung der Moderne aus dem Geiste der Mystik, mystische Tendenzen in Philosophie und Kunst eines atheistischen Jahrhunderts, írjuk ide magyarul is, hát persze ilyen dolgozatokat is megjelentetnek magyarul, a modernség keletkezése a miszticizmus szellemiségéből, misztikus tendenciák egy ateista évszázad filozófiájában és művészetében. Tehát ebben a dolgozatában mutat rá jó a helyzetünkre és szabadságunkra ebben a helyzetben. Szerinte például az absztrakt festészet, tehát az a festészet, amely lemond a külső realitás ábrázolásáról, hogy egy másfajta realitást ábrázoljon, misztikusan jött létre és mélyen misztikus forrásokból táplálkozik. Az összes ilyen festő, Kandinsky, Klee, Kupka, Mahler és stb. Munkáikat misztikus alapokkal indokolták. Kandinsky 1911-ben készült programfüzetében az új festészet egy befelé irányuló misztikus útként értelmezi. De jellemző vallomása is, idézem, az ember elhagyja a világnak ezt az oldalát, hogy a másik oldalon egy világot építsen, amely egy korlátlan igen lehet. Ebben a világ elhagyásukban azonban egy menekülés van jelen. Az, hogy a festő mentesülni szeretne a pontos jelentés közvetítésének a terhétől. A táj vagy az ember ábrázolástól való elfordulás így új, nem meghatározott tartalmakat enged szabadon. Az absztrakt képet itt senki más nem látja idézőjelbe hasonlónak. Meditációra hív és csak idézőjelbe fontos dolgok akarja bemutatni. Ez az idézőjelbe fontos dolog magában azonban nem mond semmit sem. Végül Zimmermann levonja azt a következtetést, hogy a 20. század teljes absztrakt művészete egy vallási művészet, melyet új misztikának is lehet nevezni. Eszerint az a felfogozott szabadságvágy, ami a modernizmus kezdeténél megfogalmazódott, megérkezik a racionalitás idézőjelbe vett szabadságából, a misztika idézőjelbe vett rabságából. Ez pedig az álmomban virtuális macska voltam esete, bár a dolog nem ilyen vicces, mint semmi sem az az igazi szabadság elvesztésével kapcsolatban. Az itt felvillantott kételektől térjünk most vissza egy kissé a mai művészeti életünkhöz, annak vitáihoz, benne az egymás szabadságát megkérdőjelező harci lendületekhez. Talán a fentiekből is látható, hogy egy olyan egyszerűsítő címkézéssel, mint liberális vagy konzervatív, haladó és elavult, használhatatlanok, és kínosan minősítik az azzal operáló szellemi felkészültségét. Megdöbbenéssel tapasztalhattuk, hogy érdemi elemzések helyett sajnos olyan stigmatizáló kifejezések röpködtek, mint ultrakonzervatív, ókonzervatív, múltba lévedő, retrográd, bezárkózó, kirekesztő, elfogult. Más oldalról liberális, lila, életidegen, emberellenes, elitista, nihilista, destruktív, stb. Több szellemiséggel és több szellemességgel kellene vitáznunk egymással. Figyelembe véve például azt, amit egyik barátom írt. Szólni kellene, hogy vigyázzunk a dzsiháddal, mert mindkét dzsihád ölre megy, egy idő után nevetségessé válik vagy unalmassá, sőt előkészíthetik az ifjú dzsihádokat. Ehhez képest az agarak békés célú felhasználása izgalmas versenyeredményekre vezethet a szabad művészeti fesztiválok kísérő műsoraként. Természetesen ehhez abból a hipotézisból kellene kiindulni, hogy mégiscsak volna közös értékbázis a diskurzus megkezdéséhez. Például a heideggeri kérdés, mi az igazság, hogy időnként művészetként történik. Ezt folytatva feltehetjük, mi az a szabadság, ami időnként művészetként történik. Vagy a görögök erről úgy beszéltek, hogy ami nem szabad, az nem isteni.
Rövid episztolámban csak arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, és nem is méltó hozzánk, hogy lényeges kérdések helyett meddővitákban pazaroljuk el fogyatkozó energiáinkat. Az elmúlt 100 évben belenéztünk a végső szakadékba. Heisenberggel együtt felismertük, hogy a szakadékba egyszer bele lehet nézni, de élni benne nem lehet. Ezért a legjobb értelemben provokáljuk egymást termékeny vitákra. Nem baj, ha az egyik vagy a másiknak nem találjuk meg a igazságot. Az a fontos, hogy minden nap úgy váljunk el, hogy holnap folytatjuk. Köszönöm a figyelmet. A Magyar Közmédia anyavállalata, az MTV és a Magyar Művészeti Akadémia reményteljes együttműködésének egy újabb állomására üdvözölhetjük. Igyekszem tehát a következő percekben hasznos információkkal megszolgálni a szervezők nemes gesztusát. Határon túli Magyar Média Világ címmel jelent meg a programon előadáson, de könnyen belátható, hogy nem 10 perc, de 10 óra is kevés lenne ahhoz, ha részletesen elemezni szeretném az elcsatolt országrészek és a diaszpóra írott és elektronikus, valamint internetes sajtóját. Engedjék meg tehát, hogy mondok át a magyar közmédia és a határon túli magyar újságírás, magyar nyelvű újságírás kapcsolatára szűkítsen le. Nem kétséges, hogy óriási a budapesti központú közszolgálati média felelőssége. Nem mindegy, hogy milyen mintát adunk azoknak a műhelyeknek, amelyek számos esetben nehéz körülmények között, és bizony nem ritkán ellenséges közegben dolgoznak. Mennyire segítjük, mennyire támogatjuk őket képzéssel, megrendeléssel, technikával. Ami a mintát illeti, értelmezésemben, és ez a személyes véleményem, nem biztos, hogy ez megegyezik talán a hivatalos véleménnyel. Egy értékelben működő nemzet központi média műhelyének semmiképpen sem a kereskedelmi televíziók, vagy akár csak a nyugat-európai, de különösen nem az amerikai közszolgálati televíziózás mintáit kell követnie, hanem olyan nemzeti intézmények sorába kell betagozódnia, mint a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Filharmónia, a Nemzeti Színház, Galéria, és hogy ne menjünk messzire, a Magyar Művészeti Akadémia. Ahogy értelmetlen lenne a látogatók számától függővé tenni, hogy szükség van-e a Nemzeti Múzeum állandó kiállításaira, ugyanolyan értelmetlen azt filtatni, mekkora a magyar tévé vagy rádió csatornák, közszolgálati rádió és tévé csatornák vallási, nemzetiségi, határon túli műsorainak nézettsége, hallgatottsága. Mindez természetesen nem kényelmesítheti az alkotókat, hiszen nekik, nekünk sem közömbös, elérünk-e mindenkit, akit a felsorolt tematika érdekel, és ha elértük, milyen színvonalon tettük ezt. Meggyőződésem, hogy a közmédia akkor jár el helyesen, ha etalonnak, világítótoronynak tekinti magát a műsorokkal és internetes tartalmakkal zsúfolt éterben, és nem céloz meg többet, igaz, kevesebbet sem, mint hogy kiegyenlített, tárgyalagos, informatív hírműsorokat, az embereket mindennapi döntéseikben segítő, elemző műsorokat, tartalmas szórakozásokat szolgáló kulturális műsorokat állítson elő. Tartsa napirenden az elszakított országrészekben és a szórványban élő magyarok örömeit és gondjait, képviselje érdeküket a maga sajátos eszközeivel. Segítse a hazai nemzetiségek, a sok évszázados vallási közösségek fennmaradását és szellemi gyarapodását. És nem utolsó sorban, jelenítse meg a regionális értékeket, a fővárostól, a kormányzati centrumtól távoli térségek reális eredményeit és problémáit. Hogy a mai magyar közmédia megfelele ezeknek az elvárásoknak, nem az én tisztem megítélni. Kérkedés nélkül mondhatom azonban, hogy egy területen biztosan értünk el sikereket, és ez éppen a határon túli média műhelyekkel való együttműködés. Kezdem mindenekelőtt azzal, hogyha nehezen is, de sikerült belső szemléletváltást elérni a határon túli témákat illetően. 2010 előtt késéig menő arcot kellett vívnia a fontosabb bel- és külpolitikai műsorok szerkesztőivel azért, hogy ne tegyenek különbséget azonos hírértéket képviselő,
belföldi és határon túli hírek között. Sajnos még ma is előfordul, hogy a régi irában edződött adásszerkesztő a határon túli műsorok gettójába száműzne egy-egy külhoni riportot vagy tudósítást. De legalább a központi akarat megkérdőjelezhetetlen az ilyen magatartás elítélésére. Aki ma rendszeresen követi a rádiós, televíziós hír és hírháttér műsorokat, maga is tapasztalhatja a változást. Az elmúlt egy év során másfélszeresére növeltük a tudósítói posztok számát, és ma már a Kárpát-medence 65 állomás helyéről jelentkezik be kollégánk az MTI-nek, rádiónak vagy a televíziós műsoroknak. Nem kis küzdelemmel sikerült a belső bürokráciát is legyőzni, így ma már elmondhatjuk, hogy stabilizálódtak a kifizetések, és csak elvétve fordul elő a korábban általános, lélekromboló, családok életét veszélyeztető honorárium elmaradás. Jelenleg két partner stúdiónk, Kolozsvár és Székelyudvarhely alkalmas arra, hogy egyenes adásban kapcsolódjon be a Magyar Közszolgálati Televíziós csatornák valamely élő műsorába. Azon dolgozunk, hogy előbb-utóbb pozsonyi, bukaresti, szabadkai és ungvári kollégáink is rendelkezzenek ezzel a képességgel, a többi régiót pedig a mobil internet által kínált lehetőséget kihasználva gépkocsiba szerelt közvetítő egységekkel lássuk el. Már említettem, hogy a határon túli hírek szervesen épülnek be a központi hírműsorokba, de a közéleti és kulturális magazinokba is. Ugyanakkor, ha nem is mindig a megszokott helyen, de megmaradtak a határon túli magyaroknak és magyarokról szóló speciális magazinok, melyek szinte kizárólag a külhoni kollégák tudósításaival épülnek. Személyes megbízásommal a határon túli külön megbízott feladatkörrel is illusztrálhatom a 2010 után bekövetkezett változásokban. A már meglévő határon túli főszerkesztői poszt mellett a vezérigazgató létrehozta a határon túli külön megbízott státuszt, akinek, vagyis nekem oda feladatom, hogy közvetlen összekötő kapos legyek az MTV a felső vezetése és a határon túli társadalmi, kulturális, politikai és szakmai szervezetek között. 2011 nyarán vezérigazgatónk egy újabb fórumot, egy egész testületet hozott létre a határon túli feladatok hátterének biztosítására. A Kúskároly Kollégium, az MTV a tanácsadó testülete, 12 tagja közül 7 a Kárpát-medencei régió jeles média személyisége. Örömmel mondhatom, és remélem ebben a Magyar Művészeti Akadémia jelenlévő tisztelt vezetői is megerősítenek, hiszen volt szerencsénk vendégül látni őket, hogy ezek a havi kollégiumi ülések nem csupán protokollális összejövetelek, hanem egy formálódó szellemi műhely alkotó együttlétei. Az MTV a fontos feladatának tekinti a határon túli média szakemberek képzését és továbbképzését. Az anyanyelvi és szakmai kultúra terjesztésén túlmenően önös érdekek is vezetnek bennünket, hiszen azt szeretnénk, ha tudósítóink munkái zökkenőmentesen illeszkednének egy adott műsor programjába, magyarán, ha a külhoni partnereink megtanulnák az adott műsor nyelvezetét és képi világát. Mindez hasznára válik a tudósítót küldő régiónak is, hiszen a budapesti központtal egy hullámhosszra került munkatárs anyagai nagyobb eséllyel kerülnek adásba, mint tapasztalatlanabb, képzetlenebb kollégái. A sikeres képzés érdekében rendszeresen szervezünk tanfolyamokat a budapesti központban, de évente többször ki is települünk egyes Kárpát-medencei régiókban. Az idei nyáron két épületből álló ingatlan együttest vásároltunk meg Tusnádfürdőn, ahol éppen holnap kezdődik meg az első kurzus erdélyi kollégák részében. Nagy reményeket fűzünk a Szapiencia Egyetemmel éppen a napokban megkötött együttműködési megállapodásra is. Ennek keretében kolozsvári partnerünk a Videopontes Stúdió és maga az MTVA részt vesz a Szapiencia hallgatóinak kommunikációs képzésében, és cserébe használhatjuk az új egyetemi épület korszerű stúdióit. Komoly gondot fordítunk arra, hogy a külhoni magyar média műhelyek és a Kárpát-medencei magyar írott sajtó vezető munkatársaival legalább évente egyszer kötetlen körülmények között találkozunk. Ugyanakkor az ilyen összejöveteleket mindig összekötjük egy-egy nemzetstratégiai szempontból fontos kérdés megmutatásával.
tavaly cserkeszőről, a Kárpát-medence természeti kincseiről, főként a gyógyvizekről hangzottak egy érdekes előadások. Idén októberben Békés Csaba meghívását élvezve a kisebbségi lét és identitás tudat problémáit járjuk körül, egyebek között olyan tudós előadók segítségével, mint Burai Miklós, Kórhez Tamás és Andrássy György. Az MTVA és tanácsadó testülete, a Kóskároly Kollégium határon túl törekvései felkeltették a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának érdeklődését is, amely önálló ülés szentelt a kollégium tevékenységének megismerésére. Azóta is rendszeres kapcsolatban állunk a bizottság tagjaival, és ugyanez mondható el a Parlament autonómia albizottságára is. Az év elején a Bethlen Gábor alapvezetőnek meghívására a Magyarság Házában tartottuk meg a Kóskároly Kollégium kihelyezett ülését, és azóta rendszeresen figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Igen nagy örömmel fogadtuk a Magyar Művészeti Akadémia és annak határon túli szakbizottsága érdeklődését. Az informális kapcsolatfelvételen túl nagy előrelépést jelentett, amikor Naphelytéri székházunkban köszöntettük az akadémia alelnökét, főtitkárát és az általunk vezetett küldöttséget. Azt pedig különösen jól eső érzéssel konstatálhatjuk, hogy a kapcsolatfelvétel nem merült ki az udvariassági látogatásban. Az első közös programunkról szóló híradások már megjelentek egyebek között az Erdélyi Lapokban. Határon túli középiskolások számára hirdettünk meg közös videópályázatot. A célunk az, hogy mozgalom induljon meg a diákok között veszélyben lévő magyar népi, építészeti, néprajzi emlékek lefilmezéséért és ezáltal megmentéséért. Azt gondolom, hogy ünnepi a pillanat, részben azok a nehéz idők, ha tetszik, talán elmúlóban vannak, amiben a magyar kultúra számára talán nem is volt annyira természetes, hogy ilyen színvonalas rendezvényeket tudunk tartani határon túl, mint ez a mostani három nap. Másrészt az ünnep megkívánja azt, és az ember, hogyha belülről is úgy érzi, hogy méltó egy-egy ilyen esemény arra, hogy megtisztelje a többieket azzal, hogy a régi motivumvilágot és a régi magyar viseletet is előhozza. Rátérve előadásomra, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ez a háttérintézménye, aminek az alapításában részt vettem, és most is a vezetése rám van bízva részben, gyakorlatilag Balogh Zoltán miniszteri kinevezéséhez köthető tavaly nyáron, tehát mi azt lehet mondani, hogy fiatalabbak vagyunk, mint az MMA, bár ahogy itt elhangzott főtitkár úr visszatekintőjében, ugye van egy több mint 20 éves múlt az MMA mögött, és nekem is volt szerencsém többször Újvidán a Kecske utcában is jelen lenni azokon a találkozókon, amik ennek az elmúlt 20 évnek fontos állomásai voltak. És azt gondolom, hogy ezen az elmúlt nyáron, amikor is ez a támogatáskezelő létrejött, igazából azt a folyamatot akarta Balogh Zoltán megerősíteni, hogy ez a kicsit nagy, kicsit mamut minisztérium, ami tulajdonképpen szokatlan a magyar kormányzás történetében, hogy ennyi ágat összefog, ennek valamilyen formában a pályázati támogatási lábát megerősítse. Csak azért, hogy világos legyen, vagy csak felvillantva, ez a minisztérium gyakorlatilag korábbi, mondhatjuk így, hogy 5 minisztériumot fog össze, tehát az egészségügyi és a szociális, az oktatás és a kultúra, valamint a sport nemzetiségi terület, és egy kicsit Balogh Zoltán szív ugye a társadalmi lezárkóztatás, tehát az a programcsomag, ami a cigánysággal és a hazai roma társadalommal kapcsolatos. Belegondolni is nehéz, hogy hogy lehet ennyi feladatnak megfelelni. Tehát a mi intézményünk, ez az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő pontosan azért jött létre, hogy a minisztériumra törvények által kiszabott kötelezettségek, támogatások, valamint az az új helyzet, az az új világ, az a társadalmi környezet, amiben otthon élünk, kis Magyarországon, de amiben tulajdonképpen az egész globális világ átalakulóban van. Pályázatok útján tudjuk
azokat a kezdeményezéseket, célokat segíteni, amiben nagyon sok hasonlóságot, vagy ha tetszik, párhuzamot is érzek az MMA-val, hiszen ahogy néztem a honlapukat, ahogy hallom itt a beszélgetést, gyakorlatilag a Magyar Művészeti Akadémia is el fog indulni, vagy már elindult abba az útba, hogy saját maga is pályázatokkal támogatja azokat a célkitűzéseket, projekteket, fiatal vagy fiatal kezdeményezéseket, amiket fontosnak tart. Igen, ilyen világot élünk, hogy gyakorlatilag a gazdasági átalakulás nehézségek közepette jobban oda kell figyelnünk azokra a célokra, amik fontosak. Az EMET, tehát az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelőhöz tartozik az egyházi terület, törvényi kötelezettség, az egyházak támogatása, minden, ami nem oktatás, tehát az épületek, egyházi épített örökség, valamint az egyházak közösségi munkája, itt elhangzott két előadásban is a művészeti tevékenységük. Mindez tehát nagyon fontos. A nemzetiségek támogatása, ez Magyarországon 13 úgynevezett törvényileg garantált nemzetiség, a nemzetiségek kultúrája, gyakorlatilag ezeknek az intézményrendszere, oktatási rendszere, ezen belül is kifejezetten egy ingatlan támogatása, ami általában az országos önkormányzatuk működését fedezi. Nagyon fontos terület, és egy az egyben a mi feladatunk a civil világnak, itt azt hiszem szintén nem kell hangsúlyozni, hogy milyen jelentős és milyen fontos, a civil világnak a támogatása, ez az úgynevezett nemzeti együttműködési alap, korábban a Nemzeti Civil Alapprogram néven futott Magyarországon több mint 10 évig, de az új időszakban, tehát a második Orbán kormány egyik fontos tevékenysége volt, hogy ezt is egy új együttműködési keretbe helyezze. Az oktatás, az oktatási területen nagyon érdekes, hogy két olyan kör van, amit hangsúlyosan támogatunk pályázatokkal. Az egyik az úgynevezett tehetséges gyerekek, tehetségprogramok, a Nemzeti Tehetségprogram. Itt a határon túli szervezetekkel, pedagógus szervezetekkel nagyon jó az együttműködés. A másik pedig azt lehet mondani, hogy a nagyon leszakadó, nagyon hátrányos, anyagilag, szociális területen nagyon rossz helyzetben élő, akár általános, akár középiskola vagy főiskolásoknak a támogatása. És végül, de nem utolsó sorban, ahogy említettem, a társadalmi felzárkóztatás, ami szintén egy hatalmas új önálló államtitkársága van, új terület, részben nyilván a gazdasági válság hatására is, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként is a magyar-roma, magyar-cigány együttélés nagyon fontos, hogy ne csak az előítéleteken, vagy azokon a minden nap hallható, vagy tapasztalható nehézségeken keresztül legyen megfogható, hanem sok szempontból hisszük és valljuk azt, hogy az oktatás, akár a legkisebb óvodás, bölcsödés kortól való felzárkóztatás programján keresztül. Ebben aztán nagyon sok eszköz van, többek között például egy olyan földprogram, ami 20 éve különböző kormányokon keresztül végigfutott, és hála Istennek most is megy tovább, ami megpróbálja a hazai cigányságot szociális alapon földhöz, a földön keresztül termeléshez, termelési kultúrához szoktatni. A civil területnél kiemelném, és akkor itt most rákanyarodva, hogy itt vagyunk a kincses Kolozsváron, azokat a számokat elmondom, amelyekkel az általunk vezetett intézet támogatta a határon túli pályázatokat. 2012-ben 81 romániai társpályázóval együttműködve adtak be pályázatot, ami sikeres volt, és 174.065.396 forintot nyertek, és 2013-ban, vagyis idén, eddig 68 romániai társpályázóval együttműködve adtak be magyar civil szervezetek, vagy önállóan adtak be pályázatot, és idáig 119.094.582 forintot nyertek. Azt lehet mondani, vagy azt lehet látni, hogy a arányaiban a határon túli magyar szervezetek közül a romániai szervezetek, civil szervezetek körülbelül a támogatásoknak a felét kapják.